A miniszterelnökséget vezető miniszter felszólalásában rámutatott, hogy az EU-nak úgy kell megoldani az előtte álló súlyos kihívásokat, hogy közben távozik a közösség egyik legfontosabb országa, ehhez pedig a tagállami befizetések növelésére van szükség. Hangsúlyozta, a magyar kormány meggyőződése szerint kevesebb pénzből nem lehet több Európát létrehozni. Ezért egy offenzív, bátor, kezdeményező költségvetési javaslatot vár az Európai Bizottságtól a 2020 és 2027 közötti ciklusra, hiszen a mostani büdzsé defenzív volt, amely egy válságra reagált. Elmondta, az uniós alapszerződés által meghatározott célok mellett erősebb Európát kell létrehozni, amihez a biztonság és a versenyképesség fokozására van szükség. Emellett pedig a költségvetést egyszerűbbé, átláthatóbbá kell tenni. Továbbá hozzátette, a magyar kormány szeretné, ha Magyarország is mielőbb nettó befizető országgá válna.